Testvérek a színpadon. Elza és Anna, a Jégvarázs című mese szereplői elevenedtek meg a Megyasszai házban. A neves családi zenekar a Fortissimo gyerekműsorával látogatott el Nagykanizsára. A programon gyermekdalok csendültek fel, valamint részfúvós hangszerekkel is megismerkedhettek a kicsik, akik persze a zenekar segítségére is voltak. Nem egy egyszerű történet Elza és Anna története, és nagyon mély igazságokat fogalmaz meg a szeretetről, az összetartozásról, a testvéri szeretetről, ami számunkra gyakorlatilag mindent jelent a világon. Azért is éreztük magunkhoz közel ezt a mesét, mert tényleg rólunk szól. Nagyon sok átfedés van a saját életünkben és a történetben.